megmondom őszintén, azért volt szenzációs életem, mert a egyik a legjobb pedagógusnál, Visi Balázs Lászlónál olyan alapozás, didaktikai alapokat kaptunk, a Lacknertől kezdve a Kókáig, hogy nem mondjam neveket tovább, Gyémánt Lászlóig. A Gyémánt László mai napig is ebből él, ebből a didaktikus alapállásból. Tehát végig rágtuk magunkat egy ismeret anyagon, amit meg kell tenni, és végig kell menni, mert ennélkül az az érzésem, nincs alkotói, magasabb rendű alkotói folyamat. Mikor Honegger azt mondta, hogy a három nagy közül, mármint Stravinsky, Schönberg és Bartók közül, azért Bartók a legnagyobb, mert egy olyan bécsi alapos képzésben részesült, amiben a másik kettő nem. És a Honegger azt mondja, ő neki a Bartók a nagy zeneszerző, mert érzi az aranyfedezét abban, hogy a Bartók nem csak úgy modernkedik és komponál, hanem nagyon-nagyon mély világ, egy épített világ van mögötte. Egyetemes probléma volt Rothkótól tulajdonképpen Newmanig a három alapszín kérdése. Tulajdonképpen az volt a nagy probléma, hogy a három alapszín, mint olyan, a nagy stílus elődökben, így mondanám, az impressionizmusban és a posztimpressionizmusban, és tulajdonképpen még a következő nagy stilalitásban és a kubizmusban is nagyon alárendelt szerepet játszott. És a új nagy amerikai expressionizmus fölfedezte magának, főleg Matisse-t és a Matisse-i világot, és egy hatalmas volumennel és óriási nagy szellemi igénnyel és szenzációs béretekkel, Kóniktól, de Rothkóig óriási művészetet hoztak létre. De meg kell mondani, hogy ami inspiráció volt, az a európai modern művészet volt. Matisse azt mondja, hogy a három szín kérdésében, ha bár ő nem a három alapszín kérdéséről beszél, hanem beszél általában két-három színről, ő azt mondja, hogy a színeknek a legfontosabb tulajdonsága az legyen, hogy terjeszkedjen, ameddig bír. És ha két domináns szín egymás mellett van, akkor hirtelen csodák csodája megidézi a harmadikat. És ez a három egység, mondhatnál, a világ csodája, mert az érzékletesség teljessége, és csak a három együtthatást tud koronisztikus életet biztosítani a színek világában. Úgy is mondhatnám, ez a színek természetes nyelvezete, mikor a dolgok artikulálódnak a koloritban. Hát amerikaiak Matisse-tól lesték el ezt a tudományt, és akkoriban nagy gond volt ez, és tulajdonképpen nagy zűrzavart is okozott ennek a három alapszínnek a kérdése Amerikában. Rothkónak nekimentek, Newmannak nekimentek a kritikusok, utána aztán mégis tisztázódott ez a kérdés, és azt is lehetne mondani, hogy a későbbi nagy időszak elfogadta ezt a mondjam így, már-már didaktikus kérdést. Habár Matisse még hozzáteszi azt, hogy ez nem oldódik meg didaktikusan, mert a fogalom nyelvével ennek a nagy kérdésnek a problematikáját nem lehet megoldani. Mert a fogalom nyelve nem tudja utolérni
a színnek a nyelvezetét. Hogy lehet beszélni a fogalom nyelvével valami olyat, amit nézni kell, vagy látni kell, és tulajdonképpen a szemünk által lehetséges a befogadás. Szentmegyőzésen minden más mellékes. Az élmény, a lényege a dolognak az, hogy minden az érzetből jön. Az érzet határozza meg az egész életünket. Mert mi az érzet? Az élmények tárháza. Mikor a dolgot átéljük, mikor az átéléssel valami óriási nagy, hát nem tudom, hogy boldogságnak nevezni, de valami olyan felismerése, rádöbbenése, Uramisten, húztam egy vonalat, mellé tettem egy szintónust, és azt mondja, hogy terített fény. Fényt festettem oda. Hogy csináltam én ezt? Megyek tovább. Veszem a másikat. Uramisten, ez nem jó. Valami más kell oda. Úgyhogy az érzékletek egymást utánja, és az érzékletek szenzációja az, hogy rábízza magát a festő erre a fonalra, ami viszi. És ez egy titokzatos dolog, amit majdnem azt látom, hogy nem lehet megmagyarázni, hogy miért van. De rajta van, minden festő átéli valamilyen kvalitás vonatkozásban mindenki átéli, és ez a dolog lényege, ez a hitele a festészetnek, hogy egy olyan csodálatos érzetből jön, ami a személyesség kérdése. Egy személy van az érzéklet mögött. Nem győzöm mondani, hogy ez a dolog lényege. A mondva csinált régi világban, amikor szociál volt, az volt a baj, hogy nem hittek a személynek, nem hittek a személyes jegyekben. És ez nagy baj volt, mert ha nem hiszünk az egyénben, akkor nem hiszünk a lélekben. Pedig a lélek a legfontosabb kérdése az alkotó folyamatnak. A lélek műhely munkája határozza meg a mienségét a hozzáállásodnak. A lélek műhely munkája határozza meg azt a folyamatot, hogy mire vagy képes. A hajlam megismerésének folyamata. Úgyhogy ez nagyon fontos. És ebben óriási hibát követtek el azok, akik hát kiiktatták a lélek működését a festészet tulajdonképpen megítéléséből. Minden a lélekből jön szerintem. És a lélek határozza meg az alkotó folyamatot is. Úgyhogy azt lehetem mondani, hogy a lélek ebben a teremben az az érzésem, majdnem mindenki más gondol róla, de egyben megegyezünk, hogy az a szilárd pont, ami köré a személyiség fel.